óriási energiát adnak a barátaim, meg a szurkolóim. Nem is tudom nélkülük ezt elképzelni, ezt az egészet. Kisgyermekkoromban is nagyon szerettem mozogni, és nem nagyon tudtak lekötni így a szüleim, és egyszer elvittek egy futóversenyre magukkal. Egyébként addig úsztam már pár éve, de csak ilyen hobbiszerűen, meg nem is ment nagyon az úszás, és akkor a futás az egyből nagyon jól ment, tényleg a triatlon választott engem. Mindjárt a harmadik országos versenyem jól sikerült. Harmadik lettem, és hát akkor gondoltam először arra, hogy ezt komolyabban is akarom csinálni, és dolgoztam, meg edzettem, de azért úgy kicsi maradtam, a többiek megnőttek, és így időbe telt, meg türelmesnek kellett lennem, hogy én is felzárkózzak, de aztán végül ez megérte ez az egész. Igazából a legnagyobb álmom erre az évre az olimpiai dobogó volt, hogy felállhassak rá, de erre most várni kell, ugye, és azt szeretném, hogy megint versenyezhessünk, és hogy mehessek előre tovább, és hogy megmaradjon ez a kedv, ez a jó érzés az egészben, ez az energia, amivel én csinálom ezt az egészet, és akkor majd jönni fognak a következő lépcsőfokok, annélkül, hogy igazából észrevennénk. Mi az EON-nál hiszünk abban, hogy Bence megvalósítja az álmát, és büszkék vagyunk arra, hogy ehhez mi adhatjuk az energiát.